A szentek élére helyeződik az áldott asszony, akit nyelvünkön gyertyaszentelő boldogasszonynak nevezünk. S milyen találó jelző ez, hiszen Mária a világ világosságát vitte a mózesi törvény értelmében bemutatni a templomba. Erre utal a gyertya, s míg lobog, látni azt az idős, istenfélő embert is, aki a gyermeket a karjába vette, és áldotta Istent, mivel még megláthatta az üdvösséget. Törékeny szűz, kicsiny virág, mi lesz veled? A gyertyák egyszer csonkig égnek, s beteljesül az áldozat, s akkor kigyúlsz szép égi fénynek, s ránk sugárzod lángodat, írja Tűz Tamás gyönyörű versében. Életem gyertyájának nagyobbik része már leégett, de ahogy napról napra fogy, úgy látom egyre világosabban, hogy a Jóisten kegyelme, szeretete kísért mindig. És persze a szűzanya féltő közben járó segítsége. Ha igazi gyertyát látok, mindig Jézusra gondolok. A gyertya lángja melegít, eloszlatja a sötétséget, miközben önmagát áldozza fel. A gyertya ég a keresztelésnél, az első áldozásnál, a szent misén, az esküvőn, de a halott mellett is. Végig kíséri egész életünket. Jézusra mutat, aki megváltást, fényt, vagyis örök életet kínál a sokszor sötétben botorkáló embereknek. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe az a nap, amikor Jézust bemutatták a szülei a templomban. S lelki szemeikkel Anna és Simeon prófétát felismerték a kisdedben az üdvözítőt. Gyertyaszentelő boldogasszony napján a papok szentelnek, áldanak. Tél van, fázósan húzódik meleg helyre ember és állat. Jól esik az otthon barátságos, langyos levegője, csendje. Ilyenkor van gyertyaszentelés. A szentelt gyertya tulajdonképpen Jézust jelenti, vagyis az igazi világosságot. A Bibliában olvashatjuk, hogy a próféták jövendőléseikben Jézust, mint a fényt mutatták be, aki az örök világosság kisugárzása. A szabolcsi zsinat 1992-ben a kötelező ünnepek közé sorolta. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe. Magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg. Ennél gyújtották meg aztán a gyertyát. A félegyháziak a szentelt gyertyát Mária gyertyának nevezik. Kevés olyan katolikus paraszthajlék akad, ahol manapság is még ne volna szentelt gyertya. Régebben a sublót vagy ládafiában tartották, vagy halványkék szalaggal átkötve a falra akasztották, némely helyen a szent sarok, a házi oltár éke volt. A szentelt gyertya végig kíséri és oltalmazza a hívő embert egész életen át. Bácskai hagyomány szerint, amíg a kereszteletlen gyerek anyjával a boldogasszony ágyában fekszik, karjára vagy pólyájára olvasót kell kötni, s a fejénél szentelt gyertyának kell égni, nehogy a kis pogánykát a gonoszok kicseréljék. Szülés és keresztelés között szentelt gyertya világított éjjel-nappal abban a szobában, ahol a gyermekágyas asszony magzatával feküdt. A régiségben a haldokló ember kezébe is égő szentelt gyertyát adtak. Lámpással mehetett így a lélek az örök életnek mennyegzőjébe. Régen a házban, gyertyaszentelő boldogasszonykor a tüzet mindenütt eloltották, és az új, megszentelt tűzzel gyújtották meg újra.